Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket, Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket, Krisztus, kegyelmez! Krisztus, kegyelmez! Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben járj értünk, Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Isten mindörökkön örökké. Alleluja! Alleluja!
ne fogjuk rá arra, hogy milyen nehéz felnevelni, hogy milyen anyagi körülmények vannak, hiszen akkor tekintsünk arra, hogy amikor ezt a templomot fölépítették, milyen anyagi helyzetben voltak, mennyire tudták teljesíteni mindazt a kívánságát a gyermeknek, amellyel a mai kor folyamán az a fiatal nagyon szeret élni, hogy neki mindene meglegyen, úgymond birtokoljon mindent. Itt a mentalitásban, a gondolkodásban van a baj. Kérjük a szűzanyát, aki tudja, mit jelent édesanyának lenni, hogy az új életet, az ajándékot, a várandósok, az áldott állapotban lévő édesanyák el tudják fogadni, hogy számukra az ne teher legyen, hanem ajándék. Amikor első alkalommal ide beléptem a templomba, püspök atya, amikor kinevezett ide, hogy diakónusként itt szolgáljak, akkor egyik első péntek volt, és amikor ide jöttünk a főesperes úrral az oltárhoz, és úgy föltekintettem, hát voltunk olyan 20-20 páran. És úgy elgondolkodtam azon, hogy Istenem, ebben a nagy templomban, hát hol vannak az emberek? Jó, igaz, hétköznap van, bizonyára majd vasárnap többen lesznek. Bizonyára majd megtöltik ezt a templomot. És eljött a vasárnap, hát nem nagyon töltődött meg a templom, de aztán akkor úgy voltunk vele, hát biztos megoszlik az embereknek a tömege, elmennek a másik templomba, itt is a szentmiséken eloszlanak. És aztán, amikor karácsonykor az éjféli misén így kijöttünk ide az oltárhoz és föltekintettem, azért az nagyon jó érzés volt, és most is ez nagyon jó érzés Krisztusban, kedves testvérek, hogy vannak hívek, akik meghallják azt a harangszót, ami onnét föntről a toronyból jön. Hogy meghallják, hogy élnek azzal a lehetőséggel, amit fölkínál nekik Isten. Hogy el tudják fogadni azt az isteni életet, és ebbe bele akarnak kapcsolódni, amelybe Isten oly nagy szeretettel meghívja az embert. És arra boldogságra, arra az örök szeretetre, amelyre meghív bennünket, mint egy csipetnyi falatokban, minden szentmisében az ember részesül. Ezt kell nekünk kivinni a világba, erről kell nekünk tanúságot tenni. Oly sokat mondó és oly szép gondolatokkal van tele a mai evangéliumi rész, hogy amikor az ember ezt elkezdeni elemezgetni, akkor talán végére sem jutna. Hiszen meglátjuk, megtapasztaljuk Máriában azt az alázatos lelkületet, amellyel tudta Isten szolgálni, amellyel tudta a másik embert szolgálni. Krisztusban, kedves testvérek, merjünk oda lépni a másik emberhez. És milyen jó, ha néha tudunk azzal a Máriás szeretettel a másik ember felé irányulni. Amen.